Dombóvár polgármesterét Pintér Szilárdot kérdeztük az idei nyári diákmunkaprogramról. Nagyon örülünk, hogy évről évre tudunk diákokat foglalkoztatni, és azt látom, hogy a diákok is örülnek a lehetőségnek. Általában július-augusztus, amikor ez a program zajlik, évről évre közel 40-50 diák vesz részt ebben a programban. Az idejében augusztusban 25-en voltak, egy picivel szerényebben augusztusban, júliushoz képest 15-re csökkent a létszámunk. De hát nyilván azt gondolom, hogy aki ledolgozta becsületesen júliusnak, megjár egy kis kikapcsolódása augusztusban. Aki mindezt megtette júliusban, az pedig dolgozon augusztusban. Évről évre próbálunk olyan tartalmas helyszíneket kiválasztani, ahol azon túlmenően, hogy a rendszeres munka lehetőségével ismerkednek a fiatalok, olyan értékteremtő munkát végeznek, ami a város számára nagyon fontos, és ugye ezáltal ők nem kényszerként élik meg ezt a dolgot. Az idei évben a Városháza környékén, Szuhai Sportcentrumban dolgoztak, itt a sportpályák felújításában vettek részt aktívan, és ami talán nem mindig a legnagyobb siker, de mindig van néhány lelkes jelenkező, a régészeti munkákban is részt vesznek, hiszen azért az egész embert kíván tekintettel a mostani időjárásra, azért 40 fokban kint lenni a napon, de hát nyilván minden évben vannak lelkes fiatalok, akik csatlakoznak ahhoz a csapathoz, akik ezeket a régészeti munkákat végzik. Örömteli számomra, hogy azon túlmenően, hogy próbálunk tartalmas és értékteremtő munkát adni a fiataloknak, nyilván olyan beleolvasások is el tudnak készülni, amely náluk nélkül nem készülne, hiszen hogyha 20-25 szorgalmas kéz dolgozik nap mint nap pluszba a mi dolgozóinkkal egy összefogva, akkor elkészülnek azok a munkák, amelyre egyébként lett volna lehetőség előtte is, csak nem volt rá humán erőforrásunk, úgyhogy én köszönöm a dombári fiataloknak, hogy aktívan támogatják és élnek ezzel a lehetőséggel. Augusztusban kezdtük ezt a munkát, ezen kívül 1-től 27-ig dolgozunk, könnyű fizikai munkát végzünk, ezen belül festünk, illetve gazolunk, és egyéb más könnyű fizikai munka, ezen belül fát húzunk össze, ami nem megerőltető egy diák számára. Nem szakadunk meg benne, ugyanakkor kellően lefáradunk, ezen kívül négyében a főnökünk is azért velünk kapcsolatban azért elfogadó, ha úgy van, akkor bármit így, ha jól meg is csináljuk, akkor többször állhatunk neki, azt mondja rossz, akkor rossz, újra csináljuk. Szóval munkavégzés gyaránt elég jó, tapasztalatnak tökéletesnek mondhatnám, és egy diáknak első munkaként roppant megfelelő. Anyagilag 133 ezret kapunk, ez 96-ra csökken a TB és egyéb gyógy értékeket levonva, de igen, fogjuk rá megérő. Újdonságot nem tapasztaltam, mivel én házi munkát nagyjából szoktam végezni, de igazából festés és ezek gyanánt némit tanultam fogjuk rába. De igen, hogy némi tapasztalat lehet gyűjteni, aki otthon csak ült, annak meggyűlik a baja ezzel, akinek nem, annak pedig nem. Hárman vagyunk jelenleg, ők 16 évesek, útszín, korcsoport, és teljesen jól bírjuk ahhoz képest, amilyenek vagyunk. Dávidnak is jól jön az augusztusi bevétel, aki társaival a Szuhai Sportközpont korlátait festette. A diákok is örülnek ennek a lehetőségnek, általában július-augusztus hónapokban tartanak erre a legtöbben igényt. Minden évben 40-50 fiatal vesz részt a programban Dombóváron.